Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják, hallják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, a beszélgetésünket kezdjük az elmúlt hét végével, egészen pontosan péntekkel, már csak azért is, mert ez nemzetünk gyásznapja. Október 6-a volt pénteken, és megemlékeztünk a gyásznapról, ahogy szoktunk. Hendre Csaba alelnök miniszter úr tartotta az ünnepi megemlékezést, történelmi táblakatokat nyitott, és elmondta, hogy mit jelent számunkra október 6-a. Október 6-a minden magyar számára az összetartozást jelent, minden magyar számára azt jelenti, hogy a hazáért akár életünk árán is ki kell állni. Nézzük meg akkor egy picit a szombati és a vasárnapi napot, már csak azért is, mert bőven volt program ezen a két napon is. Kezdjük a harmadik tűzoltó találkozóval. 3 évvel ezelőtt indult meg a tűzoltók, Vas megyei tűzoltóknak a találkozója. Itt a főtéren gyűlnek össze, és nagyon demonstratívan, több mint 40 tűzoltó autó itt felsorakozik, különböző beszédek hangzottak el, ami a tűzoltó munkáról szólt, és ezen kívül átadtak kitüntetéseket is. Engem is az a megtiszteltetésért, hogy Szent Flórián emlékérmet kaptam. Köszönöm szépen. Tehát ez volt az első, a tűzoltó nap. Érdemes arról is beszélni, hogy Japán nap volt. A 9. Japán napot tartottuk itt a városunkban. Van ilyen, hogy Japán-Magyar Baráti Társaság, és ez a Baráti Társaság szervezi évről évre a megmozdulást. Nagyon érdekes dolgokat láthatunk Japánról, nyilvánvalóan a japán kultúrával kapcsolatos események vannak. Nagaoka Hidebumi fotóművész volt a főszám, aki egyébként a kimono fotózásnak a helybéli, tehát japán nagymestere, és hát bemutatta azt a show műsorát, amivel egyébként Párizsban jelentkezett előtte, úgyhogy megtisztelő volt számunkra, szombathelyiek számára, hogy itt ezt a nagyszerű műsort láthattuk. Egyébként hadd mondjak annyit még, hogy a japán naphoz kapcsolódott, vagy nem kapcsolódott, de mindenképpen érdemes itt említeni, hogy a következő nap, tehát vasárnap a Gocsú kupát tartották. Ez a Gocsú kupa, ez egy karate verseny. A 3. alkalommal rendezték meg az arénában, és 120 versenyző 200 nevezéssel 8 országból érkezett. A 8 ország közül az egyetlen Japán volt, ami Európán kívüli ország, úgyhogy azért is gondoltam, itt kössük össze a szombatot meg a vasárnapot a japán nap révén, illetve a Gocsú kupa révén. Ezen kívül még szombat este volt egy hálaadó püspöki mise, ugyanis a 88,4 MHz-en a következő időkben a Mária Rádió szól, és a Mária Rádió szombathelyi adásának indítására, ennek a tiszteletére volt az ünnepi szentmise. Az elmúlt hetekben, polgármester úr, nagyon sokat beszélgettünk az idősekről, az idősek világnapjáról például, most pedig volt egy idős barát konferencia is. Egy magyar-osztrák együttműködés jegyében létrejött Interreg pályázatnak a rendezvénye volt. Egyébként ez 415 millió forintnyi investíciót jelentett, amiből 40 millió forint a magyarországi időseké, illetve a Vas megyei szombathelyi időseké. A rendezvény nagyívű megnyitója volt, Hendre Csaba alelnök úr, az országgyűlés alelnöke nyitotta meg a rendezvényt. Ezen kívül Zalaegerszeg és Győr
város képviselői, polgármesterei, alpolgármesterei voltak itt. A hétfői napon volt egy átadó ünnepség is. Az Oladi lakótelep közösségi házát, közösségi terét adtuk át. Horváth Attila képviselő úr 1 millió forinttal a képviselői keretéből hozzájárult ahhoz, hogy ezt hát egy olyan egy lakásnyi területet ezt rendbe hozták, és az időseknek, illetve a fiatal, ifjú kismamáknak lesz egy találkozó helye az Oladi lakótelepen. A keddi nap polgármester az ápolókról szólt. Kossuth Zsuzsa születésének 200. évfordulójára emlékeztünk. Kossuth Zsuzsa volt az első magyar főápolónő. Egyébként a szabadságharcban ő volt az, aki megszervezte a sérült katonáknak az ápolását, illetve a hadikórházakat, a hadikórházak működését megszervezte Amerikában. Távozott aztán a szabadságharc után. Minden esetre ő az, aki a magyar ápolóknak az ikonja, és az ápolók napját, ilyenkor az ő születésnapját tartjuk, és most a 200. évfordulóra emlékeztünk. Nem véletlen, hogy a Pécsi Egyetemnek a képzési központjában tartottuk az ünnepséget, hiszen a diplomás ápoló képzés az ott folyik a Pécsi Egyetem keretében, az itteni képzési központban. A keddi napon volt egy átadó ünnepség, 184 méterről szólt, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal nagyobb a jelentősége. Az Addi tér és a Mindszenty tér összekötéséről van szó. Ez a Szent Márton terv részeként valósult meg, nem egészen 200 millió forintból. A dolognak praktikus oka is van. Praktikus oka, vagy praktikus eredménye az, hogy az Addi térről pillanatok alatt a főtérre lehet jutni, így ezen az átjárón keresztül. Ez egy fontos, fontos dolog. Ezen kívül van ennek egy sokkal lényegesebb eredménye. Az pedig a következő. Ezzel, hogy egy átjárási lehetőséget biztosítunk, ezzel felnyílt, megnyílt a romkert, hiszen óhatatlan az, hogy az ember, amikor ott átmegy, körülnézzen, és ha körülnéz, akkor látja a 2000 éves múltat, látja Szombathely régi emlékeit. Polgármester úr is nagyon sokszor szokta volt mondani, hogy a jövőt a fiatalok jelentik, tehát éppen ezért nagyon fontos az a párbeszéd, ami a fiatalok és a döntéshozók között zajlik. Illés Boglárka helyettes államtitkárasszony érkezett erre a megbeszélésre, az volt a címe, hogy rólad szól. Gyakorlatilag ez arról szólt, hogy a fiatalok és a döntéshozók hogy kerülhetnek kapcsolatba egymással, hogy adhatnak kvázi tanácsot a fiatalok a törvényhozóknak, illetve a szabályhozóknak, és fordítva is, a kérdés az, hogy amikor egy-egy intézkedés, egy-egy szabályalkotás, egy-egy törvényalkotás megtörténik, akkor ennek milyen hatása lesz az ifjúságra. Tehát, ha ezeket előre megkérdezzük és megbeszéljük, akkor jobb törvényeket hozunk. Kezdjük azzal, hogy B33-as pálya átadó volt, ez szintén egy pályázat eredményeként a Magyar Kosárlabda Szövetség támogatásával 6 millió forintból készült az aréna mögötti területen egy kosárlabda pálya, ez a speciális anyagból nagyszerű palánkot készítettek, építettek, és itt az ifjak játszottak. Ez volt a fiataloknak a,
a fiatalokkal kapcsolatos történet, és hát fejlődött Szombathelyen, mert gazdagodtunk egy sportlétesítménnyel. A másik, ugye beszéltünk már a hét elején lévő idősekkel kapcsolatos pályázatról. Egyébként azon a rendezvényen, a megnyitón elmondtam, hogy Szombathely milyen plusz szolgáltatásokkal, milyen plusz rendezvényekkel, milyen plusz tevékenységgel segíti az időseket, és az egyik ezek közül, az egyik pont ezek közül egyébként az idősügyi tanács volt, na ennek volt az idősügyi tanácsnak az ülése. Azért lényeges, mert a városvezetés közvetlen információt kap akkor az időskori szervezetektől, és ezen beszámolók alapján aztán tovább tudunk menni. Nagyon sokat beszéltünk már ma is polgármesterről a sportról, szerencsére a sport nagyon fontos a fogyatékkal élő emberek életében is. Hagyományteremtő szándékkal indult egy program. A Vas megyében lévő fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek közül heten, illetve öten, hét csapatban mérték össze tudásukat különböző ilyen teremben művelhető sportokban. Egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Reméljük, hogy a következő évben folytatása lesz. Egyébként az Aranyhíd iskola adott otthont ennek a nagyszerű rendezvénynek. Elérkeztünk polgármester úr a mai naphoz. A mai napon Zanaton lesz egy átadó ünnepség. A zanati temető előtti útszakasz, illetve parkolási lehetőség, ez régóta gond. És hát ez látszik most megoldódni, mint egy 30 millió forintnyi összegből sikerült ott parkolókat kialakítani, illetve egy nem egészen 100 méteres hosszúságú útszakaszt elkészíteni. Beszélgetésünk végén akkor szokás szerint egy picit tekintsünk előre, mégpedig a hétvégére. A hétvége ugye úgy indul, hogy Magyar Olimpiai Bizottsági Ülés lesz Budapesten, szombat délelőtt, úgyhogy oda megyek. Alapszabálymódosítás, meg hát néhány aktuális dolog lesz. Aztán az este folyamán a Vas megyei Prímadíjak átadására kerül sor. Itt a közönség díjat évek óta a Szombathely megyei jogú város szokta finanszírozni, átadni, hát így aztán engem ér az a megtiszteltetés, hogy ezt átadhatom. Egyébként nagyon fontos dolog az, hogy a helybéli vállalkozók, a helybéli tudományművészet közéletnek a mecenatúráját végzik. Mindenki nyer. Nyer az, aki kitüntetést kap, hiszen nagyobb elismerés annál, amikor az embert a saját hazájában elismerik, a saját országában, a saját településén, annál nagyobb elismerés nincs. Egyszer ugye ezért jó. És a másik dolog, adni nagyon jó. Tehát akinek lehetősége van arra, hogy mecénásként szerepeljen, annak is jó dolgot tudunk tenni, vagy jó dolgot tud tenni, hiszen ezzel a társadalmi értékkel önmagának is jót tesz. Tehát ez a mindenki nyert kategória. Vasárnap pedig a Hospice Alapítvány ünnepel majd. Magyarországon 91-ben jött létre, itt Vas megyében 95-ben a Hospice ellátást támogató alapítvány szervezet. A Hospice alapítványok munkájának lényege egyébként a rákbetegeknek az ápolása, illetve a rákbeteg embereknek akár otthoni segítése is. Nagyon fontos egészségügyi, társadalmi tevékenységet végeznek, úgyhogy ennek a szakmai tanácskozásán
ra hívtak meg, és nagy örömmel veszek részt. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.